Sziasztok! Üdv mindenkinek! Kengyelen vagyunk Sokival, aki most épp szerel a Crazy Car Play-ken. Ez egy tesztpeca lenne, meghívásos, és a tónyítása előtt volt lehetőségünk, vagyis van lehetőségünk arra, hogy kipróbáljuk, hogy milyen halak és milyen mennyiségben, vagy milyen nagyságban vannak jelen. Na hát erről készítettem ezt a kis videót. Lesz még egy másik videó is, egy későbbi alkalommal. Akkor majd a tógazdával, Balázssal beszélek a tóról, terveiről, hogyan jött létre és mire lehet itt számítani, aki ide lejön horgászni. Sajnos most nem tudott jelen lenni, de legalább még egyszer tudok jönni. Szóval, ja, jó szórakozást! Na mondjad, hova akarsz ülni, mert... Középre. De az a nádas, te hülye. Az első, itt melyik helyed? Bal vagy jobb oldal? Oda. Mit? Onnan könnyebb be tudsz lenni, ha jó oldal. Én dobálok innen. Ez a megalkovás, te. Ide láttam. Jó van, faszi, mondtam, hogy ülj oda a jobb oldali helyre. Biztos vagyok benne, hogy onnan jobban jön majd. Te meg jó lesz. Neked meg jó lesz ez is igaz. De neked jó lesz ez a rosszabbik hely is igaz. Jó, gondoltam. Ide, ha... Jézus ereje. Már így kezdünk. Már így kezdünk, faszi. Faszi, ilyen szerelékem még soha nem volt. Ezt nézd, csúszik az ólom, elhagyós, bárki elhagyhatja. Igen. Csak én ne hagyjam el, mert drága. Előke, 25-ös fülokarn és a szakáll nélküli horog. Faszikus, szakáll nélküli horog. Azt a kurveget. Szeretted, lerecelted? Nem. Az igen, ügyes vagy. Az tényleg szakáll nélkül lett így. Mondom. Mert írták, hogy lenyomni nem szabad, de lereszelni le lehet. Na, az egyik boton, szakáll nélküli horog, gumikukorica, két tigris magyaró. Ez lesz az első sztori, amiben megy. Etetés. Jó fahéjas. Oké. Okay. És akkor még nyomunk rá egy kis kukoricamandulát, attraktort. Ezt úgy kéne, hogy csadira is menjen belőle. Nagyon jó. Túl sokat azért nem akarok. Prologic. Na mit csinálsz, faszi? Azt, úrregek! Micsoda ördög konyha megy itt! Fogó, így a horog, úgy a íz. Ez igen! Jaj, drága kis orsóim! Voltatok! Jó gazdátok lesz, remélem! Azt mondja, ott látnak majd legalább nagy halat! Elkészült a második bevetésre való sztori. Ezt nézd. Stég. Legendpellet, Haldorado. Ez a, és egy Federmaniás gumikukoricát. Három gyártó szendvicse. Figyelj, szendvics, tessék. Mi a baj ezzel? Piros, sárga. Milyen? Olyan, amolyan. Faszi. Szendvicsbe tudok csak gondolkozni. Szakmai ártalom. Olyan etetés ez, hogy... első osztályú. Na, csak ide ki a szélébe.
Nagyon jó. Mit csinálsz? Bevettem a boszt. Boszt? Ez a bajom. Fédermániás, ez az? Uff, hagyd szagoljam meg. De ennek milyen szaga van? Hallod, tudod milyen? Mint a kenőcs. Fú, bazdeg, ez tudom milyen szagú, mint az a kenőcs, amivel kenni kell a derekadat. Fú, de büdös, bazdeg. Lóbalzsam, vagy mi a faszom? Az, lóbalzsam szagú. Lóbalzsam szagú. Lóbalzsam szagú, nagyon büdös. Most ez lesz a tuti? Nem tudjuk. Nem tudjuk. Csilis bojli volt, azzal elkezdtük. Húzta? Az igen. De nem volt kocsi, szóval mindegyik 9 fölött. Az igen. De viszont 10 fölött meg 1 volt meg 2. Aha. De itt azt mondom, hogy 8 meg 10 között volt. Aha. Megidézem a halat. Megidézlek halak szelleme. Duh. Húzd fel. Húzd fel. Gyerünk. Meg tudod te is csinálni. Jön az ismételt újítás. Szerintem ez a két cucc, ez sok neki faszi. Adjál már 20 kilós. De nincs benne 20 kilós. 10 kilós. Mondjuk a 10 kilósnak is jó nagy szája van, meg az 5 kilósnak is. Ez meg hát én beveszem. Mit raksz fel? Kisebb horog? Meg? Mit raksz fel, faszi? Én már nem, banánt, bazdmeg. Banánt? Banánt. Meghámozod? Most mi csinálsz? Ja, állítod a... Aha. Hopp! Faszi. Uff. Odaértek az etetésre a halak. Kapás most, vagy a szél? Várj, csak a szél amúgy. Hopp, szél nem húzza. Oké, megvan enyém. Oké. Okay. Megvan az első faszi. Nem a legend, ez a... Két tigris magyaró. Azt mondod? Eléggé bent van ez a... 250 méterre húztam be a kis hajóval. Ez még az? Kivártam, látod? Hiszek benne. Lehet jobban járok, ha átállok ide a csücsökre. Segítesz, faszi? Hálá, jó égnek! Ideje volt. 5 óra hosszája benn volt. Két tigris magyaró.
annyira elment oldalra, hogy nem bírtam visszahúzni. Jó. Ja, bedobni nehéz tőle. Próbálom elhúzni onnan tőletek, de annyira... Szerintem én vagyok az! Én vagyok az! Hát a bentre be volt húzva. Közös hal. Hát mert benn volt a világ végén. Felül vagy alul van a tiéd? Gyerünk, Soki! Azaz, ne ugorjunk ki! Na ott meg ott a hal. Nézd a... Oké, de oda nézd! Ott meg ott az újabb hal. Megfogod nekem? Hát lehet halat fogni. Nézd a... Ott is húzzák. Jó van. Vigyük át oda. Lehet halat, mert eljött a botokat. Lehet. Egyszer. Csak beadta 4 óra hosszát, kiültem. De bazd meg. És akkor 1,5 kilót kell majd levonni, hát, igaz? Durván. Annyi ez a cucc. Ah, 10 kiló, akkor 8,5 kilós. 8,5 kiló. Nem gondoltad volna, 250 méterről 2 centi gris magyarul megmozdul. Jaj, de örülök. Na, engedjük vissza. Szeretnél fotót vele? Hoppáré. Jaj. Na, viszem. Kis szellem 2 behúzta nekem. Itt lesz a visszaengedés. Azt mondja, hogy így, cipzár kiengedve, megérzi a vizet. Na. Mehetsz. Úgy kicsit megmozgatjuk. Na, szeretnél úszni? Viszont látásra. Remélem más is ki fog fogni. Hú. Jó tömege volt neki. Ez már döfi. Remélem te is fogsz legalább ilyet. 8,5 kiló. Na hát ez most az egy boilis metód. Új fogalom. Boilis metód. Sok szerencsét. Ez darabosabb. Hallod? A boilis metód. Beadta a boilis metód. Meg. Az jobb. Hú, de élmény ezzel a... Itt
van a másik bot alatt. Átment. Emeljük már át, emeld már fel ezt a botomat, légy szíves. Alatta kéne ezt átvegyem. Csak emeld fel. Nem baj, ha kiakad. Oké. Oké. Na, most visszajöttem erre. Teljesen kint van itt már. Hát ez tényleg az a boilis metód. Azt csak megcsinálom, köszi. Csak beszakadt itt a port. Dagadt. Annyira dagadt vagyok már. Nem igaz? Vagy de lehet. Ott van a szájában a piros, piros kis pop-up. Gyere, papi! Az az. Ez igen. Ki is esett ott a kiros, piros kis pop-up, látod? Ott a csali. A boilis metód. És ez a jobb oldali bot. Itt a harmadik! Hey, faszi! A sajtos smoke! A boilis metódon! A boilis metód beadta. Ez most sajtos steak, a smoke labda. Most nem mondom, hogy nagyobb, mert az előbb is bemondtam, hogy nagyobb, az kisebb lett. Nagyon megy ez a víz, te. Hány halat fogtunk itt a kör? Jó, hát te nem fogtál, de... Jaj. Hozd majd a merítőt, légy szíves! Új! Hoppá! Nekem is mindig akkor fúj, amikor dobom. Nem kicsi. Zsanam a lájkum. Három hal, három különböző csalival fogtam, úgyhogy szerintem full szerencse az egész. Igen. Na, mennyi fél, ha? Ott a sajtos a szájába, látod? Ki is köpte. Azaz, faszi! Köszi! Hú, ebben még maradt kraft! Uff! Hoztam mindenit! Aha! Egy ivásúak! Na, harmadik csali! Harmadik hala! Teljesen mindegy, mivel horgászol, csak ne azzal, amivel te!
Gondolom a kormoránok miatt. Jaj. Ups. Ide középre visszacsúszunk. Úgy. Meglegyen az egyensúly. 9 kg 50 dek akkor. 8 kilós. Egy ívásúakat fogok csak. Be vannak állva elém ezek a 8 kilós kis törpeharcsák. Én csak egy formákat fogtam. Nem fog. Meg van nyugodva. Sötétben nem ugrik a hal. Na. Hát. Itt a következő. Visszaengedés. Na nézzük, mennyi csak. Ott megy. Ott megy bizony. Köszi faszi. Na nézzünk egy másik fajta csalit. Most jön a negyedik fajta. Na, Soki, figyelj! Oké. Okay. Oda megy. Leengedjük. Oké, okay, és akkor most kiemelem belőle. Oké. Okay. Jó, most lesz a jó. Ki kell emelni az iszabból, az a titok. De nem egyszer, többször. Ha visszahuppan rögtön. Addig kell emelni, amíg így tudod húzni a fenék fölött. Nekem úgy jött kettő hal is. Kiengedjük. Hagy húzza. Úgyni. Ez most biztos, hogy jó helyen van. Igen. Ezt most én bedobtam már neki. Szegény még egyet se fogott, én már hármat itt is. Ott nem tudom mennyit, az borzalom sokat. Most is kettőt választanak egyszerre. Most dobtam be. Úgy, ahogy mondod, ja. Most dobtam be. Pont kollégától kérdeztem, mondom, kintre vagy bentre? Azt mondja, szerintem inkább kintre. Faszig, fogod? Tessék, adom. Ide dobtam egyébként, beérett az eteti. Ja, hát tényleg? Hol a merítő? Ja? Majd visszajönnem ide. Tényleg? Mennyit fogtál ma? Alatta van. Aha. Ez a sajtos nagyon bejön nekik. Egyébként ahányan vagy, csak egy fél éve fogják. Igen? Én most már arra jöttem rá. Hopp. Hány fél éve próbáltak? Én szerintem van 10-12 fél éve biztos. Na most merre van? Hú, de jó egy kis szél végre. Nem akarom erőltetni neki. Hú! Akkor kell horgászni, amikor jól esik. És... pedig ennél egyszerűbb szerelés, mint ez most. Tehát ennél... tehát ez a... ez... bá... ez már szégyellem is néha egy kicsit. Főzsinór, csúszóról, forgókapocs és benne egy pici horog. Na hát... tehát...
semmi ecetőanyag? Semmi. Csak az az egy golyó, látod? Ennyi az egész. Hova lettek a gubancgátlók? Nincsen gubancgátlás, semmi nincsen már. Eltűnt. Nincsen semmi. Mit? Azt a mindenit! Fú, de jó idő van! Remélem átadja a kamera az időt. Jaj! Gyere kicsit közelebb. Engedek neki hosszabb porrászt, és akkor be tudom csapni. Átrabicskáztatom a botot. De vagy menj háttér. Nem, jó lesz így. Nem, jó lesz ez. Így kell, így. Ah, meg is vagy. Jaj. Megint fogtam egyet, sajnos Soki. Adja a csalit. Ez a féder már nem jött be neked. Na, hát. Ismét megy vissza egy hal. Ez már a negyedik. Itt van. Ez gyorsan visszamegy, most nézzétek meg gyorsan. Ennyi volt. Hú, tiszta Balaton! Most jön a nagy amúr. Tényleg amúr az van benne? Hú, faszi, arra mentél egész nap. Arra várunk ezért. Kis pontyokat. Köszi. Kis pontyokat, kis pontyokat. Ezt viszi! Megvan! Megvan ez is, Soki! Ötödik! Kihúzod! Faszi, gyere! Átadom! Én már unom, már fáj a karom, jaj! Nincs ebbe a tóba hal! Hú, basszus! Tényleg itt elkezd lenni a hal. Mondjuk ez is megint ben volt, vagy 4 óra hosszája legalább. 3 centi gris magyarú. De jobb hal is. Bár eddig... Oh, tényleg jobb hal. Elindult megint jobbra, összeszedem őket. Mit? Hát... Meg hát ebben nem tört a harcja. Ez az a bája ki az üvedéket egyébként. Szerintem az alsi korcsiszán például. Aha. Oh, elfáradtam már. Hú, ide hoznád a merítő hálót, léci. Elfelejtettem, de éhülye eljöttem nélküle. Ötödik. Nehezen indult el. Megint a tigris magyaró. Hú, ez szép, nagyon. Ó, akkor kell horgászni, amikor jól esik. És milyen igaz? Köszönöm szépen. Jaj. Hoppá, nyugi, nyugi, mehetsz mindjárt. Jaj. Hups. Nem olyan nagy, 7-8 kilós csak. Nem olyan nagy ez, Soki. Látod? Ott is, szedik. De ott mögötte is a zöld ruhába. Hú, basszus. Egy gyomlágy halad. Ezt nézd!
Jó nagy. 6,8 kg, durván 7 kg. Durván 7 kg. Oké. Na hát itt a... Itt a következő delikváns. Mehetsz is vissza. Inni. Viszontlátásra! Tessék! Jó, hogy vetted ezt a ponymatrat, bölcső te! Faszi, majd próbáld ki te is! Jaj, faszi! Jaj, végre nincs kapás! Ideje volt már egy kis szünetnek. Kapás, vágjál be, faszi, ejti végig! Mire vársz? Ott van, ott a húszas amúr! Végen! Megtört a csend! Köszönöm Istenem, meghallgattál! Itt a húsvét, itt a nyúl! Soki Ati, 1-6. Már mondjuk ez nem hangzott jól. Ez az passzi! Gyönyörű! Micsoda botgörbítés! Végre 12 óra ülés után ráálltak az etetésedre. Széken is elszakadt? A nagy amúr! Ponty? Az! Mindegy, az, hogy mi. Na, végre! Nehéz szülés volt, faszi! Nézd az etetőkosár, behozta! Látod? Jaj! El ne menjen! Isten őriz! Gyere, faszi! Gyere! De nagyon a szélében van akadva, vigyázz bele! Megvan! Hú, de még hogy miért? Ezt kiülted? Kibazd meg! Kiülted? Hozzá itt. Adj egy ötös, faszi. Köszöntöm. Tessék. Lehet a legnagyobb. Amúgy, most viccet félre téve. Nézzél rá. Lehet a legnagyobb, faszi. Lehet a legnagyobb, ez az eddigi legnagyobb. Faszi. 6-1 ide, nem baj, behozol. Remélem most elviszi, hogy 7-1 legyen. Na jó, nem. De örülök. A cukkukorica? Az. Azt! Nem féde. Fédermánia, meg Jankovic, kurva isten, meg Dömegáv. Cukhajtani, bazdmeg. Nézd! Lejárt szavidős. Szerintem már 4 éve lejárt. Na hát ennyi. Mondtam neked, hogy etetőkosarat basszál fel neki. Hálá jó égnek, hogy beadta. Mennyit számít? Hát még azért nem olyan nagy a kapókedvük, de hát gyönyörű hal. Na hozom a mérleget. Na nézd csak. Jó lett, fasz. Jó lett. Na, gratulálok! Itt a hús! Húsvéti locsolás volt. Középre rak, mert ugrál amúgy. Azt hiszi egyébként, szerintem vízbe van így, hogy raktunk bele ugye vizet, de hát amúgy meg nem jó, mert így nem csúszna. Na, egy hitelesített mérés, akkor 1,5 kilót kell levonni a látott súlyból, ugye? Engedd el! 8 kiló, 90! 7,5 kurva. 7,5. Hát az nagy, gyönyörű. Fogtam ekkorát? Persze. Ja? Nem itt? Na.
Tengeded vissza nálam? Egy hat. Ja, aha. Na. El is ment. Gratulálok, faszi, megtört a jég. Innenstől már csak előre. Cukmézes, a cukmézes. Te jó ég. Jézus ereje. Na hát végeztünk már a pecával. Én 6 halat sikerült fognom, ha is nekem. Nem én. Sokinak hálája jó égnek összejött egy. Elég szerencsétlen alakultak az arányok. Kicsit fúj még a szél is, már itt mindenki elpakolt, mert elég rossz lett az idő. Hát ami tapasztalatot el tudok mondani, az az, hogy egyébként még most is ott még mindig fárasztanak. Még nem 10-20 felett fogtak szerintem pontyot. Itt a végén is 10-20 darabokat fogtak. Amit észrevettem, hogy az etető anyag az nagyon befolyásolta a fogásnak a mennyiségét. Ezek az édes ízű etetőanyagok, epres, mangós, csokis, ezek a típusok, amik beváltak itt többeknek. Nekem is akkor jött a több kapás, amikor az etető anyagot felraktam a hozzátapasztottam az ólomhoz, vagy sikerült koncentráltan bejutatnom etetőhajóval, de az etetőhajós etetéshez sokkal több idő kellett, hogy kapás legyen, mint amikor etetőkosárral, metóddal vagy bármivel itt horgáztak. Szerintem a legjobb megoldás az, hogyha egy jó édes etetőanyagot ki mire esküszik, hát most kár lenne ebbe belemenni ugye, azt választotok, és akkor azt csali tüsként felkínálva egy kis pop-up-pal megpróbáljátok meghorgászni ezt a területet. Hát az, hogy meddig kell bedobni, az egy érdekes dolog. Valaki maga elé horgászott 20 méterre, ugyanúgy folyamatosan 20 alatt, valaki bedobált 80-100 méterre. Ő is ugyanúgy szerintem itt a kulcs igazából itt az etetőanyagon volt, meg azon, hogy szerencséje legyen az illetőnek. Egy kulcsa volt a dolognak, az az etetőanyag és a édes valamilyen ízű pop-up. Úgyhogy köszi szépen, hogyha megnéztétek a videót. Lesz a videónak majd egy másik része is, amikor a tógazdával beszélgetek. Meg hozok egy féderbotot, és megversenyeztetem a boilis bottal a már említett etetőanyagos megoldást, összevetem a kukoricás tigris magyaróssal, az lesz majd az igazi teszt, vagy igazam van-e. Hát köszönöm szépen, ha feliratkoztok és belekoljátok a videót. Sziasztok, örülök, hogy sok is fogott végre egy halat.